Lőrinci heves megye nyugati részén az Agyva folyó mellett terül el, a Mátra és az Alföld találkozásánál. Pár év múlva 750 éves lesz a három város része tagolódó település. Víg Zoltán lőrinci polgármestere azt mondja, hogy régebben sokan települtek ide, hiszen a jó minőségű termőtalaj és a gyárak jelenléte ide vonzották őket. Hát egy nagyon régi településről kell, hogy beszéljünk. 1267-ről vannak az első írások. Tehát, hogyha visszaszámolunk az időben, akkor 2017-ben 750 éves lesz lőrinci város, illetve lőrinci település, mert hát a kezdetén még nem voltunk városok. És én azt gondolom, hogy a régi múltjára volt tekintettel is, amikor még csak kezdetben itt az első emberek megjelentek, mezőgazdasággal foglalkoztak, későbbiek folyamán is, és majd amikor már a rendszerváltás előtti időszakban, tehát az 1900-as években, 1800-as években kezdett el iparosodni ez a terület. Cukorgyár, cementgyár, malom, és ezek a nagy gyárak épültek fel, és munkalehetőség itt volt az embereknek, illetve akik itt nem az ipar területén, hanem a földeken akarták megkeresni a mindennapi kenyerüket, azok pedig a földeken szőlők, gyümölcsösök voltak itt a hegyen, hisz nagyon jó termő, talajú területek találhatók, tehát ezeken a területeken próbáltak az emberek megélhetést biztosítani saját maguk számára. A településünkön sok ideérkező, bevándorló ember is jött ide, az miatt, hogy itt jól lehetőségek voltak úgy a gyárokban, tehát az ipari területeken is, úgy a mezőgazdaságban. És megalakult azért az a tős gyökeres mag, akik itt későbbiek folyamán letelepedtek, itt maradtak, és azok alkották a lakosságunk nagy részét. Én nem olyan rég voltam a Gödöllői kastélyban, és 1700-as évekről találtam Lőrinciről egy olyan írást, egy olyan térképet, ahol az utcák föl voltak rajzolva, és minden egyes ház mellé oda volt írva, hogy kik laknak a házba. Tehát ez egy nagyon érdekes írás volt, ennek a másolatát és meg is szereztük, és ezt a kiadványunkba is, ami majd lesz a 750 éves évfordulóra, abba bele szeretnénk tenni, hogy akkoriban kik éltek például 1700-as években Lőrinciben. Az említett gyárak nagy része már nem működik. 1998-ban a cukorgyár, 2004 év végével pedig a cementgyár zárt be. Jelenleg a Malom és a Mátra vidéki erőmű üzemel, az utóbbi mintegy 40 embernek biztosít munkahelyet, országos viszonylatban pedig készenléti erőműként jegyzik. Erőműi, Sejp és Lőrinci részekre tagolódik a város. Víg Zoltán polgármester szerint nehéz összehangolni a három rész működését, hiszen, mint fogalmazott, mindegyiknek megvannak a törzs lakói. Ott régi, hosszú éveken keresztül beidegződött szokások vannak. És ezeken nagyon-nagyon nehéz változtatni. Például az erőmélyi lakótelepről induljunk ki. Az erőmélyi lakótelepet valamikor a Mátravidéki erőmű, maga a hőerőmű építette fel az itt dolgozó embereknek. És akkoriban egészen 1993-ig az erőmű, maga az erőmű ott mindent a lakosoknak, mindent megcsinált. Ma már, mivel hogy átkerültek ezek a lakások önkormányzati tulajdonba, körben közterület van, ezeket mind nekünk kell valamilyen szinten karbantartani. És nagyon, de nagyon nehéz azt mondani az embereknek, hogy segítsetek, mert nincs annyi pénzünk, hogy körben nyírjuk a házat, hogy a fákat metszük, ki kell vágni egy-egy nagyon öreg régi fát. Tehát rengeteg és rengeteg pénz kellene hozzá. De én azt gondolom, hogy most az utóbbi időben egyre jobban, és például a Rabgyula által vezetett egyesület nagyon aktívan próbál ebben nekünk segíteni, hogy tényleg megtaláljuk azt az összhangot, most már úgy lehet mondani, hogy a ingatlan tulajdonosokkal és az ott élő emberekkel, akik picikét el vannak idősödve ebből a tekintetből, azért nagyon nehéz ott az embereket mozgatni, mert az idős embernek, a 70-80 évesnek jóval nehezebb a füvet, vagy éppen a faggalyat levágni, mint a fiatalabbnak. És én azt gondolom, hogy most kidolgoztunk egy elképzelést ide a lakóterepre, és ebbe a tekintetbe próbálunk előrébb lépni. Az erőmű részen a nyugdíjas klub az nagyon jól működik ebbe a tekintetben, már ezt említettem is, de mivel hogy az erőművi részen, mint ahogy mondtam, már nem az erőműve dolgoznak itt a lakosok zöme, hanem már elmennek és távolabbi helyen,
Ez miatt a városi rendezvényeken jóval kisebb a látogatottságuk ottani résznek, mert nem érnek rá az emberek, hisz eljárnak dolgozni, és nem tudnak olyan aktívan részt venni a város életében. A lőrinci részre jövünk, itt is egy más rétegű emberek laknak és élnek, itt kertes házakban élnek, mindenkinek szinte van kertje, illetve az itt élő emberek pedig zöme régen a erőműben, cukorgyárban, cementgyárban és a malomban dolgoztak. Ezek a munkáják megszűntek, innen is eljárnak távolabbra dolgozni az emberek, de mégis másképp élnek. Tehát akinek kertje volt, az tudja, hogy a ház előtt az árkot azt neki kell lekaszálni vagy lenyírni, neki kell karbantartani, neki kell virágosítani, és ezt megszokták az emberek. Itt ezt nem kell mondani, tehát ezt maguk az emberek tudják. Igaz, hogy cserélődik ki a város lakosságának nagy része, mert itt is ez a település rész is el van öregedve, és egyre több idős meghal, és akkor ott marad az ingatlanja, azt értékesítik, és jönnek ide más fiatalok, de azok is próbálnak beilleszkedni ebbe a tekintetbe. A Selpi részen pedig, hát mivel mondtam, hogy a Selpi részen volt az iparnak a nagy része, szinte azt nem tudom, 90%-a, ott is egy másképp gondolkodó emberek élnek, de ott a közösségi szellem is másképp alakult ki. Ott tényleg a zöme az ott dolgozott valamelyik gyárba, és azok olyan összetartó emberek maradtak. Többi részen is az, csak mindegyik a maga részén maradt összetartó. És a Selpi része az, hogy ott a rengeteg ipari terület, ipari gyár bezárt, az azért észre lehet venni az emberek gondolkodásán. Onnan is el kell járni most már dolgozni, sokkal nehezebb a megélhetés mindenkinek, mindenki számára, aki azon a részen élt. És ezt észre lehet venni. Tehát a Selpi rész is, meg az egész lőrinci rész is, ahogy összességében gazdasági szempontból akarom megközelíteni, akkor el kell, hogy tudjuk mondani azt, hogy egy picikét el is van szegényedve a településünk. Távolra járnak el dolgozni, nem kapnak annyit, nagyon sok a minimálbérből élő ember, és hát az utazási költséget is saját magának kell legtöbb helyen állni, és hát ez mind elviszi a mindennapi megélhetéstől a pénzt. Lőrinci mindennapjait színesítik a civil szervezetek és egyesületek, amelyek aktív munkájukkal viszik a város hírnevét. Az Összefogás Lőrincért Egyesület azon munkálkodik, hogy jobbá tegye az ott élők mindennapjait, többek között a környezet szempontjából is. Az Egyesület elnöke Rimár Zoltán azt mondja, hogy már lassan másfél évtizede vannak jelen a település életében. Mindenféle politikai hovatartozás belefér, tehát gyakorlatilag a különböző pártok képviselői, a különböző vallási egyházak képviselőitől kezdve, a fiataltól az idős korosztályig. Egyetlen egy vezérlő el volt, az pedig az, hogy azért jön létre az Egyesület, hogy gyakorlatilag szintetizáljuk a város lakosságának az érdekét, és segítséget nyújtsunk a város fejlődéséhez. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nagyon sok javaslattal, nagyon sok észrevétellel egy szintetizált véleményt tudtunk elemzést adni a város vezetésének, és valós problémákat és valós igényeket tudtunk felvetni annak érdekében, hogy a város ugyan fejlődjön tovább, illetve milyen problémákat kellene gyakorlatilag megoldani a városban. És pontosan mikor jött létre az Egyesület, és a létrejötte óta mennyivel nőtt a taglétszám, hogy változott ez? Nézd, a taglétszám igazán nem nőtt, cserélődött. A taglétszámunk nem egy tömegegyesület, tehát gyakorlatilag egy inkább elemző egyesület. Ez annyit jelent, hogy olyan átlag létszám 20-30 fő között mozog állandóan, és a megalakulás az közel másfél évtizede volt. Azóta is kitart ez az egyesület, azóta is csinálja ezt a tevékenységet. Hát egyik fő profil volt tényleg a városi jósodás elősegítése. Készültek itt tervek városközpontra, nagyon sokat lobbiztunk azért, hogy a régi kastélyban kerüljön kialakításra, a könyvtár felújításra került, nagyon szép lett. Tehát sok ilyen dolog, környezetvédelmi őrjáratokat csináltunk, tanösvények kialakításában vettünk részt, nem csak
Lőrinciben, hanem például a nagygombosi tanösvényt gyakorlatilag a mi közreműködésünkkel hoztuk létre, és az volt a szándékunk, hogy nem egy mamut szervezetet hozzunk létre, hanem település csoportunkként érdeklődési körnek megfelelően alakuljanak meg a további civil szervezetek. Így alakult a Mátra vidéki erőménnyel is egy nagyon jó civil szervezet, akik nagyon jó kapcsolatunk van, de civil szervezetnek tartom a szószoros értelmében még a Sejpi Horgász Egyesületet is, amivel rendkívül jó a kapcsolat, a Sejpi részt ott a horgásztó környéki rész környezetvédelmi dolgaival sokat foglalkoztunk, de akár a cukorgyár területének a rekultivációjával, illetve a hatósági bejárást kezdeményeztünk, ami meg is valósult annó. Tehát nagyon sok ilyen dolgot csináltunk, de csak egyet említek meg, hogy az országban először mit csináltuk meg a elektronikai hulladékgyűjtési napot, hát közel egy évtizede, amit majdnem minden évben megszervezünk, elmondható az, hogy közel hát 100 tonna vagy több száz tonna elektronikai hulladéktól szabadítottuk meg a települést, és már nem jellemző az, hogy kint az útszélén a határba találjuk a rossz mosógépet vagy a rossz televíziókészüléket kidobva, hanem azt mondtuk, hogy mi ezt összegyűjtjük, a szószoros értelemében gyűjtjük össze, tehát ha beszóltak ide idős nénik, meg egyedülállók, hogy nem tudják a rossz tévét hova tenni, nem tudják kicipelni, nem tudják elhozni, tényleges fizikai munkával a csapat kiment, segített, fölpakolta, elhozta, és utána elszállítattuk olyan bontóhoz, akinek ennek jogosítványa van, hogy hasznosítsák ezeket a dolgokat. Mi próbáljuk ezt tényleg a tettekben is megvalósítani, hogy mi elsősorban itt lőrinciek vagyunk, és tényleg a települési kellene tenni. Na, ennyi a történetünk, tehát így működünk, és nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a környező civil szervezetekkel. Sőt, annak idején közreműködtünk a megyei civil tanács létrehozásában is, tehát bizonyos értelemben elég, hogy mondjam, sok mindent valósítottunk meg. Persze folyamatosan, ha úgy tetszik, bombázzuk a várost, vezetését, az önkormányzatot, a testületet, a hivatal vezetőit javaslatainkkal, hogy hogyan, mit javaslunk, és próbálunk tenni annak érdekében, hogy ez a város hosszú távon a régi szép fényébe tündököljön, ha úgy tetszik, mert hát valaha sokkal több ipar volt itt, sokkal több munkahely volt, Heves megye ipari medencéje volt, a megye iparának a döntő többségét mi adtuk a Sejpi iparmedence, ma viszont azt lehet mondani, hogy a legnagyobb vállalat talán a idézőjelben a lőrinci polgármesteri hivatal vagy az önkormányzat. És akkor ehhez kapcsolódóan milyen kapcsolatok van magával a város vezetésével? Mennyire tudják segíteni az önök munkáját, vagy önök a város vezetésnek a munkáját? Jó kapcsolatunk, nagyon jó kapcsolatunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindig felhőtlen volt, mert valamikor nem felhőtlen, de nagyon korrekt a kapcsolatunk. Minden testületülésre hivatalosan meghívnak bennünket azóta is, tehát közel másfél évtizede. Előtte, amikor olyan anyag van, várost érintő komolyabb koncepciók, akkor mindig megvitatja előre a testület, vagy éppen javaslatokat tesz már a város fejlesztési koncepciónak a kialakításához, leteszi, hogy ezt javasoljuk, azt javasoljuk, és ne hangsúlyozom, nem két ember véleménye, vagy az egyesület vezetésének a véleményét képviseljük, hanem ténylegesen az egyesület tagjait. Adunk rá időt, hogy megfontolják, hogy hogyan látják, hogy mi a fontos ennek a településnek a fejlesztésében, fejlődésében. Épp az imént is, mielőtt önök ide hívtak, a jegyző úrral beszélgettünk arról, hogy a következő évben még sokkal nagyobb energiát kell majd a következő ciklusba arra fordítani, hogy lőrinci arculatát igazán kitaláljuk, mit lehetne arculatként megjeleníteni, mire lehetünk büszkék a városban, mert nagyon sok, azért van néhány nagyon sok, ha nem is nagyon sok, néhány nagyon komoly dolog ebbe a településbe, és úgy megyünk el mellette, mintha nem is volna, mert természetes. Természetes számunkra, hogy szerintünk az ország egyik legjobb könyvtára működik Lőrincibe, vagy itt van a Kápolna Dom, ami gyakorlatilag egy zarándok
hely, ahol a nemzetközi zarándoklatok is jönnek, tehát zarándokok jönnek évente. És ha jól értettem, a környezetvédelem nagyon fontos az önök egyesületének az életében, ami bár a mai világban egyre előrébb kerül, de azért pont kis településeknél azt tapasztalható, hogy kevésbé figyelnek még oda erre. Ön mit tapasztal, mennyire befogadó a lakosság itt a környezetvédelemmel kapcsolatban, hogy ennyire tudatosan szemléljék a környezetüket? Én úgy gondolom, hogy ami az elmúlt egy-két évtizedben történt, az rendkívül pozitív. Hát gondoljunk arra, hogy valamikor, még 20 évvel ezelőtt mindenkinek otthon volt a szemétdombja, idézőjelben, ugye családi házak vannak, szemétdombra kidobta a szemetet, krumplihéjat, aztán néha elszállítatta, meg ilyesmi, és mondjuk 30 évvel ezelőtt, most mindegy, ma már nem csak, hogy elviszik a szemetet, hát azért az csodálatos dolog, hogy a szelektív hulladékgyűjtésben is az emberek tevékenyen részt vesznek. Hát egy szelektív hulladékgyűjtés nem csak abból áll, hogy most egyik zacskóba dobom ezt a flakont, vagy a másikba dobom, mert az is külön munka, hanem ugye még ki is takarítja, kitisztítja, úgy dobja bele az ember, és amikor az ember végigmegy a városon, és azt látja, hogy itt nylon zsákba kint vannak ezek a dolgok, szépen összekészítve külön a műanyag flakon. Tehát én nagyon-nagyon pozitívnak tartom ezt a dolgot. Nagyon jó dolog. Most az emberek követelik már ebben az évben is, hogy miért nem csináljuk még már az elektronikai hulladékgyűjtést, mert otthon van a sok tévé, mosógép, mikrohullámos hűtő, meg ilyesmi. Tehát gyakorlatilag azért ez a szemlélet nagyon komolyan kezd kialakulni. Most már talán az állam van lemaradva, lassan tudatilag úgy érzem, hogy az emberek sokkal jobban kezdenek felnőni ahhoz, hogy igen, ők már még jobban csinálnák ezt a szelektív, vagy akármilyen hulladékgyűjtést például, és óvnák a környezetet, csak hát éppen az anyagi helyzetek azok, a anyagi helyzet az, ami esetenként gátat szab ennek. Mert hát gondolom, itt is sokkal több, itt is lehetne szelektív hulladékgyűjtő edények, néha voltak is kitéve, tehát nem csak a kukásautó gyűjteni, hanem más módon is, vagy az elemek gyűjtése ennek a módja, ebben is nagyon komoly előrelépés van. Én nagyon, nagyon örülök neki, hogy a sok negatív tendencia, ami az emberi tudatnál azért egy kicsit eltorzult az elmúlt évtizedekben, a környezetvédelem azért ténylegesen nyomon követhető és sokkal jobb, mint volt régebben. Sokkal jobb. Dr. Tokai Piroska a lőrinciek gyermekorvosai már 24 éve. Kiemelt figyelemmel fordul a város gyermekei felé, az egészségük megőrzése a legfontosabb számára. És elsősorban a lőrinci gyerekek gyermekorvosa vagyok. 1990 óta dolgozom itt, és szeretek is itt dolgozni, úgy gondolom, hogy itt is maradok most már végleg. Hát ez elég közismert, ugye mi minden nap rendelünk, a járóbetegek jönnek hozzánk, utána délután látjuk a csecsemőket, az otthonfekvő betegeket, akiket meglátogatunk, illetve a veszélyeztetetteket gondozzuk otthon, illetve tanácsadás folyik, ez fedi le a munkánk zömét, emellett még az intézményekben dolgozunk, tehát a bölcsödékbe, óvodákba, iskolákba van munkánk, ez teszi ki az életem zömét. Elég nagy a körzetünk, elég sokat dolgozunk, különösen télen egy kicsit ez egy sorban állást is okoz, de én azt gondolom, hogy ez szépen zökkenőmentesen zajlik. A rendelés egy idejében, egy részében időpontadással dolgozunk, a rendelés zömében pedig érkezési sorrendben látjuk el a betegeket. És ön foglalkozik a többi városrésznek a betegeivel esetleg? Hát Lőrinci három részből áll, Erőmű, Lőrinci és Sejp, mind a három rész az enyém, igen, mind a három. És mennyire összehangolható ez a munka, hogy így három városrésze tagolódik? Ezt mi nem veszük észre a munkánkban. Tehát itt a lakosok számon tartják, hogy én Erőműi vagyok, én Sejpi vagyok. Én, aki mondták egyszer nekem, hogy doktornő itt csak gyütment, tehát én nem született lőrinci vagyok, én nem érzem ezt a különbséget a városrészek között, mint amennyire azt az itt lakók tartják. Itt a rendelőben is ezt abszolút nem veszük észre. Dr. Tokai Piroska orvosi hivatása mellett a helyi Pittypang Egyesület elnöke is, amellyel a gyerekeknek és a nagycsaládosoknak szerveznek programokat. Hát ez az Egyesület 2002-ben alakult,
akkor az volt az alapvető célunk, hogy a gyerekeknek egy kicsit színvonalasabb, szabadidős elfoglaltságot biztosítsunk. Akkor úgy indítottunk, hogy két hetente van foglalkozásunk, ez zömmel kézműves foglalkozás volt, de ismeretek átadására, illetve érdekességek közvetítésére is próbáltunk hangsúlyt fektetni. Aztán nagyon hamar rájöttünk, hogy ezek a gyerekek sokkal kitartóbbak, sokkal okosabbak, sokkal érdeklődőbbek, mint ahogy azt mi eredetileg gondoltuk, és elkezdődött a szakkörök szervezése, számtalan szakkörünk volt és van, illetve körülbelül ezzel párhuzamosan kezdődött el a nagyobb városi rendezvények szervezése, illetve táborok szervezése. Tehát így több szinten zajlik az egyesület munkája. Igazából a korábban elmondotton kívül nagyon fontos szempont volt nekünk az egyesület szervezésében, alakításában, hogy helyi közösségeket formáljunk. Ez nagyjából a szakkörökön keresztül zajlik, illetve az egész egyesületnek is van egy magja, és azt látom, hogy itt kialakult ez a közösséghez tartozás szelleme. És ez azért nagyon jó, mert a gyerekek is, meg a felnőttek is érzik, hogy elfogadottak. Nem kell nekik viselkedni, nem kell nekik tenni magukat. A gyerekeknek nem kell vagánykodni, nem kell deviáns dolgokba belecsúszni ahhoz, hogy ő rá odafigyeljenek, hanem itt szeretik egymást, itt sikerélményük van, jól érzik magukat együtt. Igyekszünk olyan sok programot biztosítani, hogy tényleg személyes kapcsolatok kialakuljanak, és én azt gondolom, hogy ez egy alapvető igény az emberben, hogy egy közösséghez tartozzon, hogy elfogadott legyen, és én úgy látom, hogy ezt az egyesületben tudjuk biztosítani. És ezeket a visszajelzéseket is kapják a gyerekektől? Szeretik az ilyenfajta foglalkozásokat? Szeretik, hogyha foglalkoznak velük itt külön, mint lőrinciek? Igen, egyértelműen ezt látjuk. A reakciók mindig a korosztálynak megfelelőek. Tehát volt olyan, amikor a mostani ifjúsági néptánc csoportunk kisebb volt, akkor ezek a gyerekek összegyűltek, és 3 napot a mi kertünkben sátraztak, 3 napot máshol sátraztak. Amikor tél volt és nem lehetett sátrazni, egy szobába aludt a 6 gyerek, aki ott úgy összebarátkozott, és igazi barátság alakult ki benne. Tehát ez azt gondolom, hogy egy igazi visszajelzés, hogy ebben a csoportban sikerült egy közösséget kovácsolni. De a gyerekek igénylik a táborokat, ahol nem csak néhány gyerek, aki tényleg szorosabb kapcsolatot alakított, találkozik egymással, hanem igény volt a gyerekekben, hogy évről évre szervezzünk nekik táborokat, ahol nagyon kemény munka folyt, mert napi 8 órát táncoltak a gyerekek, de emellett volt szabad idejük, amit együtt töltöttek, és a kemény munka ellenére következő évbe kérdezték, mikor lesz a tábor, és azóta is évről évre megvannak ezek a táborok. Most már külön szervezzük, például ha már a néptánchoz kanyarodtunk, az ifjúsági csoportnak, külön a gyerekeknek, a kisebbeknek, fiatalabbaknak. Gondolkodunk azon is, hogy újra együtt tartani tábor, tehát próbáljuk mindig figyelni a gyerekeknek a reakcióit, és ahhoz igazítjuk az igényekhez, hogy formáljuk a táborokat, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszajelzés. Szülőktől is nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Tehát volt olyan, aki azt mondta pár évvel ezelőtt, hogy doktornéni, tudod, ha nem lenne a Pittypang, mi már rég nem laknánk Lőrincibe. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és amit látok, nálunk is vannak feszültségek, nem mindent látunk egyformán, nagyon sok mindent szervezünk, vannak félreértések, és soha nem azt látom, hogy vádaskodnak, hogy mert te rontottad el, mert te vagy a hibás. Ilyen nálunk nincs. Azt mondják, hogy jó, majd megpróbáljuk megoldani. És ha az egyik egy kicsit elfáradt, odaáll helyette a másik, és nagyon tudnak együtt dolgozni ezek a családok, ezek az emberek, akik itt vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az igazán nagy visszajelzések. Vagy talán még nagyobb visszajelzés, hogy pár évvel ezelőtt a Sejpen, a kultúrházban, hát a volt Rubi elég lelakott volt, és akkor azt mondták az apukák, hogy doktornéni, menj be a hivatalba, kérdezd meg, adnak-e anyagot, és mi ezt a mosdót rendbe tesszük, mert ez így használhatatlan, hadd legyen szép. És akkor én bementem a hivatalba, elmondtam, hogy hát ilyen vetődött föl az apukákba, hogy
És akkor a hivatal nagyon lelkesen fogadta. Jó, hát hogyha tényleg akarjátok, akkor legyen. És akkor elkezdődtek az egyeztetések, és addig-addig egyeztettünk, hogy a Rubiból csináltunk egy gyönyörű pitypang termet. Tehát ott új padló, ott új álmennyezet, ott új fűtés, új világítás, új lambéria, tehát egy gyönyörű, meseszép termet csináltunk. Az önkormányzat fizette ehhez a karbantartáshoz, felújításhoz szükséges anyagiakat, és ott dolgozott 10-20-30 család, mikor mennyi kellett, volt, hogy 60 ember dolgozott egyszerre, és robotoltunk, minden csütörtök, péntek, szombat dolgoztunk, hogy nekünk, a gyerekeinknek egy olyan otthona legyen, ahová szívesen megyünk be. És én azt gondolom, hogy ez azóta is Lőrincinek az egyik legesztétikusabb terme, és mi is boldogan használjuk, és egyéb rendezvényeket is tartanak ott, és én olyankor mindig büszke vagyok rá, hogy ezt mi csináltuk. És szabadságot vettek ki az emberek, hogy jöhessenek dolgozni. Éjszakai műszak után reggel jöttek oda, hogy dolgozhassanak. Tehát ez csak azért van, mert érzi, hogy ide tartozik. Vagy 2 éve kaptunk egy kis ingatlant, ami alkalmas arra, hogy ott a pitypang teremben elkezdett álmunkat itt fejezzük be, mert akkor mi úgy képzeltük, hogy ott majd a pincébe csinálunk egy ifjúsági klubot. De az a pince nagyon vizes, az rettentő költséges lett volna, hogy ott azt vízteleníteni, vagy nem tudom erre mi a jó szakkifejezés, és akkor ahogy ezt az ingatlan itt képbe került, akkor úgy gondoltuk, hogy na, akkor itt meg tudjuk valósítani az álmaink másik részét, és akkor azóta az az ingatlan átkerült az Egyesület nevére, és ott is egy hát jó alapos karbantartásra, meg tető, lebontottuk a tetőt, és újra raktuk, tehát tényleg nagy munkákra van szükség, hogy az lakható legyen, és a rendelkezésünkre álló kis pénzekből az adó 1%-át már tudjuk fogadni. Vannak nagyon kedves támogatóink, akik számon tartanak bennünket, és van olyan, akihez nem kell oda menni, hogy támogasson már, hanem fölhívott, hogy Piroska, tudom, hogy az egyesületetek az én szívem csücske, és szeretnélek benneteket X forinttal támogatni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mind olyan visszajelzések, hogy jó az, amit csinálunk. És most is a pünköst 3 napjából 2 napot ott dolgoztunk a háznál, amit csinálni kell, a férfiak tudják, mi asszonyok főzünk, a gyerekek játszanak körülöttünk, vagy már a háznál találkoztunk Majálisnál, akkor ott is különböző játékokat vittünk a gyerekeknek, trambulin, pingpongasztal, ügyességi feladatok, az asszonyok főztek, tehát egy ilyen hangulatos, laza, tényleg ilyen szeretettel teljes együttléteink vannak, és én azt gondolom, hogy ez jó. Én szoktam mondani, hogy biztos kedves Isten előtt, amit csinálunk, mert igaz, hogy nagyon sokat dolgozunk, de az elért eredményünk meg mindig több attól, mint amit ugye befektetett munkától az ember várna. Hogy én azt gondolom, hogy nekem is, meg az egyesületben dolgozóknak is ez egy sikertörténet, ez a pitypang. És hallhattuk akkor, hogy a polgármesteri hivatal már segített önöknek egy-két dologban. Ezen kívül milyen az együttműködés az önkormányzattal? Mennyit tudnak segíteni az ön munkájukban? Nagyon jó kapcsolatunk van az önkormányzattal. Én azt gondolom, hogy kölcsönösen tudunk egymásnak segíteni, tehát városi rendezvényeken mi ránk mindig lehet számítani. Korábban volt aerobik csoportunk, ők is rendszeresen fölléptek, van néptánc csoportunk, ugye ifjúsági csoporttal, gyerekcsoporttal, rendszeresen, Majálison, Városnapon, duatlon, triatlon, amikben így bekapcsolódik Lőrinci, például 60-nal közösen szervezik ezeket, ott is mi rendszeres fellépők vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy mi ránk is lehet számítani, illetve hát olyan városi rendezvényeket csinálunk, a néptánc kapcsán csináltunk népzenei és néptánc találkozót, csinálunk minden évben pitypangnapot, a táborokkal, ha külföldi ilyen testvérvárosi delegációk érkeznek, ott fellépünk, ott helytállunk. Tehát én azt gondolom, hogy lehet ránk számítani, és én úgy látom, hogy mi is számíthatunk az önkormányzatra.
anyagilag is támogatnak bennünket. Például tavaly vendégül láttuk Zaher Gábort, az egyesületünk hívta meg, szervezte, de az önkormányzat rendelkezésünkre bocsájtotta a közösségi ház nagytermét. Nem kellett érte fizetnünk. Tehát én azt gondolom, hogy így kölcsönösen tudjuk egymást segíteni, és így igazán látványos ez a munka. Tehát mindenképp kell hozzá az, hogy valaki támogasson bennünket, mert mi nagyon sokan vagyunk, nagyon lelkesen dolgozunk, tényleg rengeteget, de ehhez, hogy ezek a programok sikeresek legyenek, kellenek anyagiak. És ezeket az anyagiakat részben mi tesszük be, tehát ahhoz, hogy egy tábor megvalósuljon, vagy egy kirándulás megvalósuljon, ahhoz a résztvevők mindig hozzá kell, hogy járuljanak anyagilag, de az önkormányzattól kapott támogatásból teszünk hozzá, hogy elérhetővé váljon. És mondom, egyéb személyek is támogatnak bennünket, akik lehetővé teszik, hogy mindez megvalósuljon. Az említett táborok között van úszó, tenisz, családos és túlélő tábor is. Emellett az idősebbeket Törökországba viszik, míg a kisebbeknek néptánctábort szerveznek. Ebből is látszik, hogy az egyesület fő célkitűzése azoknak a családoknak a megsegítése, akik több gyermeket nevelnek. Úgy indultunk el, hogy nagy családosokat kerestünk meg, mert én azt gondolom, hogy manapság nagyon sok mindenkit támogatnak. Csak azt az átlag, normál fizetésből élő gyerekét normál módon, a elfogadható normák szerint nevelő családok, akik úgy bent vannak a középben, akiken rengeteg teher van, rengeteget dolgoznak azért, hogy ezt a színvonalat biztosítsák a családjuknak, hogy a gyerekük teljesítsen annyit, hogy ő nem szélsőségesen rossz, ő nem szélsőségesen ilyen vagy olyan, hanem úgymond normális család. Én azt gondolom, hogy ők nagyon nagy teher alatt vannak, és pont ők nem esnek bele abba, hogy ők ilyen-olyan címszó alatt támogatva lennének, és azt gondoltuk, hogy ezeket az úgymond átlagos családokat fognánk össze, és próbálnánk segíteni, és így indultunk el, hogy na akkor legyen az, aki több gyereket nevel, azon azért nagyon-nagyon nagy teher van, akkor próbáljuk meg így együtt. És akkor így indultunk el, akkor a Nagycsaládosok Egyesületének voltunk egy tagcsoportja. De aztán nőtt szépen a csoport, és felmerült ez az igény, hogy ne Pesthez tartozzunk, hogyha támogatók akartak nekünk pénzt adni, akkor mondták, hogy ők nem szívesen küldik Pestre, bár mindig fillérre megkaptuk azokat a pénzeket, de manapság az emberekben van egy ilyen bizalmatlanság, hogyha én neki akarok adni, akkor neki adjak. És akkor így több szempont arra ösztökélt bennünket, hogy váljunk önálló egyesületté. Igazából a munkánkon ezt nem lehetett észrevenni. Tehát akkor egy csomó új papír munka volt, hogy ez jogilag minden rendben legyen, de igazán a munkánkon nem lehet észrevenni, és a pittypangot úgy is számoljuk, hogy 2002 óta van a pittypang. Tehát ez, hogy jogilag ilyen-olyan keretek között működünk, ez a tevékenységünkön nem vehető észre. Annyiból vagyunk nagyon boldogok, hogy ezt megléptük, hogy ezt a tortúrát fölvállaltuk, mert most már fogadhatjuk az adó 1%-át. És na, ez is például egy olyan visszajelzés, hogy tényleg jó visszhangja van a pittypangnak, mert nagyon sokan ajánlották föl az adójuk 1%-át. Mondjuk ezt mi mindig mondtuk is, hogy ez nekünk egy olyan támogatás, ami másnak nem kiadás. És próbáltuk kérni is, tehát az ismerősöknek mondtuk, hogy ha nincs elkötelezve máshova, akkor segítsen minket az 1%-kal, és például most ezeket a pénzeket ennek a pittypangháznak az alakítására használjuk föl. Tehát én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá, hogy ilyen sokan szeretnek bennünket és támogatnak bennünket. Hogy azt gondolom, hogy megérte ezt a tortúrát, amit akkor fölvállaltunk. A Pittypang Egyesület a sok egyéb feladatköre mellett nagy hangsúlyt fektet a hagyományok megőrzésére is. Nagyon fontosnak tartanám elmondani azt, hogy a szakkörökön kívül elkezdődött most egy olyan munka, hogy a lőrinci hagyományokat kezdjük gyűjteni. Ez a néptáncosoktól indult ki, hogy a csoport most már elég magas színvonalon táncol, és hogy az úgy méltó lenne, hogyha lőrinci táncokat táncolhatnának, illetve fölmerült ez is, hogy lőrinci népviseletet
összeállítani, megkeresni, felkutatni, mert a hagyományok házában nincs bejegyezve ilyen, hogy lőrinci népviselet, holott a ma élő idős asszonyok, férfiak tudják, hogy milyen volt a lőrinci népviselet, és ha megmutatunk nekik egy felsőt, akkor, vagy egy szoknyát, akkor ők mondják, ez nem az igazi lőrinci. Na, ez az igazi lőrinci. És azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos küldetés, hogy ne vesszen el ez az anyag, ha ezek az idős emberek most nem örökítik át a mi 20 éves fiataljainkra, akkor ez el fog veszni. És mi ezt egy nagyon fontos feladatunknak érezzük, hogy ezt megőrizzük, összegyűjtsük, valamilyen módon archiváljuk, és részben az utókornak megmaradjon, részben pedig ez is egy együttműködési terv az önkormányzattal, hogy a 750 éves lőrinci születésnapi évben akkor ezt a ruhát már be lehetne mutatni, lehetne viselni, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos része az egyesületünk munkájának, hogy ez megtörténjen. Nem csak a szervezetek és az egyesületek, az intézmények is fontos szerepet töltenek be lőrinci életében. Hát, mivel hogy városok vagyunk, minden olyan intézmény megtalálható, mint nagyobb városokban is, lőrincibe is, és kezdeném leglentebbről, a legkisebbektől, a bölcsöde, illetve az óvoda intézménye. Itt el kell mondani, hogy mivel hogy itt is kell arról beszélnünk, hogy a település három része tagozódik, mind három település részen rendelkezünk óvodával. Bölcsödével egyetlen egy helyen, a Sejpi tagintézményben rendelkezünk, egy 12 férőhelyes bölcsödét üzemeltetünk. Azt gondolom, hogy a város életében ez is egy nagy lépés volt. Annak idején, amikor erre tudtunk pályázni, és ezt meg tudtuk valósítani. Tehát a 12 gyermek elhelyezése, az körülbelül úgy néz ki, hogy elég is biztosított azoknak a gyerekeknek az elhelyezése, akiknek a szülei el szeretnének helyezkedni, vissza szeretnének lépni a munka világába, tehát azoknak is így lehetőséget tudunk biztosítani. Per pillanat elég a 12 főre, később mi lesz, ezt nem tudhatjuk. Az óvoda, ahogy említettem, mindhárom településen működik. Itt ez azért fontos, és azt gondolom kell, hogy beszéljek róla, hogy mivel hogyha egy településen mindhárom helyen működik az óvoda, és mindhárom helyen van egy-egy épület, ez gazdaságossági szempontból lehet egy kicsit úgymond rázósabb, mert hát mindhárom helyen fizetni kell az energiaköltségeket. De mivel hogy ez egy olyan település, hogy itt megszokták az emberek, hogy mindhárom településen legyen ez az intézmény, ezért mi ezen nem szeretnénk változtatni. Egy kicsikét a gazdasági nehézségeket próbáljuk áthidalni, próbáljuk úgy megoldani, hogy minél kevesebbe kerüljenek. És akkor tovább megyek az általános iskolára. Az általános iskola az két helyen működik, a Sejpi részen, illetve a Lőrinci város központi részen. Közel 440-450 gyermekkel, tehát azt lehet mondani, hogy elég sok fiatal tanulónk van. Az iskolában nem csak az általános iskolai dolgok kerültek előtérbe, hanem művészeti oktatással is foglalkozik az intézmény, tehát a zeneoktatás, illetve az egyéb képzőművészeti dolgokat is előtérbe helyeztük, tehát ennek a lehetősége is megvan az itt tanulók számára. Tovább megyek, szakközépiskola, ez a Sejpi részen, a Vörösmajori Mácius Szűnöke Gimnázium és szakközépiskola működik. Itt meg kell említenem, hogy az általános iskolának a működése, a szakmai működése az már a KIK-nél van, illetve ugyanezt kell elmondanom a szakközépiskolára, annyi különbsége, hogy az általános iskolának az épülete az nálunk maradt, a szakközépiskolának csak a kollégiumának a működése maradt nálunk, a többit azt már mindent átvett az EGRI KIK, és azon keresztül működik a szakközépiskola. Itt is közel egy 500 gyereknek van lehetősége, hogy továbbtanulásra, és azok itt tanulnak nálunk. Itt örömmel tudom elmondani, hogy az elmúlt héten vált biztossá az, hogy a bájárképzés meg fog indulni ebbe az iskolánkba, hisz amikor annak idején az iskola megalakult, akkor itt a bájárképzés a bánya miatt ez már folyt, és most újra előtérbe helyezik ezeket a bányáknak a megindítását, illetve feltárását, és ez fontos, hogy újra egy olyan iskolában legyen ez a bájárképzés, ahol már egyszer működött, tehát ott ezeknek a feltételeknek meg tudunk felelni.
Kollégium elhelyezést is tudunk biztosítani, mint ahogy említettem, ennek az üzemeltetése a mi feladatunk. Egy olyan 25-30 főnek tudunk kollégium ellátást biztosítani, de sajnos ez nincs kihasználva, itt körülbelül 12-15 fős gyermeknek biztosítunk kollégium elhelyezést, mert nem jelentkeznek többen. Ez azt jelenti, hogy a kollégium működése kimondottan ráfizetéses. Ezen majd a későbbi folyamán el kell gondolkodni, hogy ezt hogyan tudjuk tovább így működtetni. És akkor tovább megyek, van egy szociális intézményünk, a szociális intézményen belül van a családsegítés, van az idősek otthona. Ez is én azt gondolom, hogy magas színvonalon működik. 20 főnek tudunk idősek otthonába elhelyezést biztosítani, itt egy kis sorbaállás van, tehát sokkal több idős van abban a tekintetben, hogy az elhelyezést sokkal többen kérnék. Itt egy 20%-os eltérést tudunk biztosítani. Tehát azt jelenti, hogy a 20 főre még egy olyan 4 főt tudunk felvenni, de itt a képviselőtestület azt mondta, hogy ha bővítjük, akkor egy teljes ellátásos, tehát a teljes térítéses ellátásosokat bővítsük, ne pedig a rászorultakat ebbe a tekintetbe, mert maga az idősek otthona se egy rentáblis intézmény, itt is mellé kell tennünk az adófizető állampolgárok forintjait. Ezen kívül működik egy könyvtárunk. A könyvtár már az én időmben egy új helyre került, itt egy ilyen Van Petis féle kastélyba, kúriába tettük át. Ezt akkoriban felújítottuk, itt nagyon magas színvonalon működik a könyvtárunk. Körülbelül 6-700 olvasója van a könyvtárnak, rendszeres látogatója, és mióta az internet kiépítés is sikerült megvalósítanunk itt az intézménybe, internetet tudnak a gyerekek, körülbelül 10 gép van elhelyezve a könyvtárba, tehát ennek a lehetősége is megvan, és napi rendszerességgel járnak a fiatalok továbbtanuláshoz, egyetemi tanulmányokhoz és egyéb tanulmányokhoz is tudják használni az internet kapcsolatot. Ezen kívül fénymásolási, másolási lehetőségek, szkenelési lehetőségek is vannak a könyvtárban. Tehát a mindennapi élethez szükséges dolgokat tudjuk biztosítani, nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek számára is. Azt gondolom, hogy minden intézményt felsoroltam, ami a településen működik, és hát ez, mint minden városban, ez tulajdonképpen ezt teszi ki a munkánknak a nagy részét, hogy ezeket működtessük. És elhangzott már a civil szervezeteknél, illetve az iskola, vagy az intézményeknél is, hogy többféle rendezvényt szerveznek itt a városokban. Pontosan milyen rendezvényeket, programokat szoktam megszervezni, és egy nagyobb látogatottságban, ami igazán viszi a hírnevüket? A rendezvényeink látogatása egy kicsit szélsőséges. Tehát vannak, amelyeken nagyon sokan megjelennek, vannak, amelyeken kevesebben jelennek meg. Ez szerintem függ attól is, hogy a település egy kertvárosi övezet, amikor elkezdődnek a mezőgazdasági, úgymond a kerti munkák, akkor kevesebben mozdulnak ki otthon. Nagyon sok embernek van itt kertje, kimegy a kertjébe és megpróbálja mindennapi zöldségeket megtermelni, és akkor kevésbé mozgathatók az emberek. De azért annak ellenére próbáljuk mozgatni. És ha az év elejétől indulok, akkor mindjárt el kell mondanom, mint az előbb is említettem, hogy február elején, amikor a várossá válásunk évfordulóját ünnepeljük, akkor mindjárt egy fáklyás futással szoktuk kezdeni. A fáklyás futás az, hogy az erőműi lakóteleptől egészen a Sejpi városrészig felfutnak az éppen aktív emberek, akik részt akarnak venni ezen a fáklyás futáson. Olyan 50-60-100 fő közötti létszám szokott lenni, akik futnak, és a célpontnál egy tábortűzzel várjuk őket, általában forralt bor, tejával, zsíros kenyérrel vagy lángossal szoktuk várni ott a befutókat, és ott egy rövid kis megemlékezés van, és akkor egy ilyen kis kötetlen beszélgetést szoktunk a végén ott megvalósítani, akik ezen részt vesznek. Későbbiek folyamán magába a kultúrházba szoktunk rendezvényeket csinálni, szoktunk csinálni tavaszi tárlatot, próbálunk különböző pesti, illetve egri színházakról ilyen előadó művészeket lehívni, és a hétvégeken próbálni olyan rendezvényeket szervezni, ami a város lakosságát érdekli. Ezeken szokott általában ilyen különböző részvételek lenni, tehát 100-120 fő az a létszám, amit úgy általában meg tudunk mozgatni, sokkal többet is lehetne, de hát ennyien szoktak eljönni.
Május 1-én szoktunk a májfát felállítani, tehát ez most már ez is hagyományá vált, hogy a májfát közösen állítsuk föl gyerekekkel, felnőttekkel. Ez is általában a Sejpi városrészen szokott megtörténni. Megtartjuk minden évben a pedagógus napot, a gyereknapot, a gyereknap és a pedagógus nap is városi rendezvényét duzzasztottuk, hisz ha azt mondom, hogy körülbelül, ha csak az általános iskolás és az óvodás gyerekeket nézem, akkor közel 600 gyereket szoktunk ilyenkor megmozgatni, és a könyvtár udvarába szoktuk tartani, ott, ahol amúgy a városnapot is, hogy a gyerekek is érezzék azt, hogy nem csak a városnapot, hanem az ő rendezvényeiket, a gyereknapot is bevisszük, és akkor itt különböző játszóelemeket szoktunk bérelni, hogy a gyerekek játszanak, illetve fellépőket szoktunk nekik hozni, illetve a pedagógusok szoktak kitalálni ilyen különböző játékos dolgokat, tehát arcfestéstől kezdve a kézműves dolgoknak a propagálásán keresztül próbálják a gyerekeket bevonni ezekbe a mindennapi életbe. A pedagógus napot szintén városi szinten szoktuk megtartani. Előtte szoktuk megbeszélni a pedagógusokkal, hogy ők mit szeretnének, és akkor körülbelül 120-130 pedagógus szoktunk ott vendégül látni, és ott is van egy kis műsor, megemlékezés, kitüntetések átadása, és próbáljuk őket is elismerni azt a munkát, amit a mindennapi életben ők elvégeznek, és nagyon fontos szerepük van szerintem a felnövekvő generációk életében mindenféleképpen. És akkor megyünk sorba, a július 26-a Anna búcsú szokott lenni, ez egyházi ünnep, ez egyház szokta szervezni, de nagyon régóta már nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az egyházzal, és általában a képviselőtestület és az egyházvezetői is részt vesznek úgy az egyházi rendezvényeken, illetve a városi rendezvényeken, és próbáljuk is egymást ebbe a tekintetbe segíteni. Augusztus elején, most 9-én, 10-én, de van, amikor később szokott lenni Lőrinc naphoz, legközelebb eső részen szokott lenni a lőrinci városnapok, ez két napos rendezvény, szombat-vasárnapi napon szokott lenni. Hát ez a legnagyobb rendezvényünk, azt el kell mondanom, ez közel 3 millió forintunkba szokott kerülni, ahol szinte a délutáni órákra koncentrálunk, és délután 2-3 órától folyamatosan fellépők vannak. Az első nap, szombati napon tűzijátékkal szoktuk befejezni ezt a rendezvényt. Amikor augusztus 20-ához közelebb esik, akkor tartjuk meg az augusztus 20-ai megemlékezést, Szent István ünnepet, és akkor az egyházzal közösen tartjuk meg a szentmisét is, illetve a kenyérszentelést is. Tehát most külön lesz, mert most 9-e, 10-e még nagyon messze van a 20-ától, most külön fogjuk a Szent István ünnepét megtartani. Itt még annyit kell tudni, hogy van 3 aktív testvérvárosunk, akik ezeken a rendezvények is részt szoktak venni. Ilyen a lengyel Zunszkavola, nagyon aktív részvétellel. A legújabb és a legfiatalabb testvérvárosunk a Sárközújlak, ez Erdély felső részén, Szatmár megyébe található. Illetve az osztrák Monzétó pajtján fekvő lesz Szent Lorenzszel lévő település, akivel szintén van testvérvárosi kapcsolatunk, ők részt szoktak ezeken a rendezvényeken venni, és van, amikor fellépőket is hoznak, és akkor ők is fellépnek, és aktív részesei a városnapunknak. Általában szeptember hónapban szokott lenni a főzőverseny, de ez függ mindig attól, hogy mikor milyen rendezvény naptárunk van beállítva, valamikor előrébb szoktuk hozni, és akkor június elején szoktuk megtartani, de általában szeptember végén. Ezt, mint ahogy említettem, ez a Lőrinci Városi Jövőjét Baráti Egyesület szervezethez kötődik a főzőverseny, és én azt gondolom, hogy 2002 óta rendezzük meg, és általában most már 40-50 csapat részvételével szokott ez a főzőverseny lezajlani, ahol szintén vannak fellépők, van egy mesterszakács, aki értékeli az ételeket, és hát most már azért mindegyik testvérvárosunkból jönnek a főzőverseny, és nagyon szeretnek itt lenni, mert nagyon jól érzik magukat. Tehát mivel nem nagy település Lőrinci, egy 6000 lélekszámot számoló településről beszélünk, egy-egy ilyen főzőverseny alkalmával lehet látni, hogy mennyire próbálnak az emberek egymáshoz úgy viszonyulni, hogy szinte mindenki kínál, mindent próbálnak, mondjuk reggel pálinkát hozni, későbbiekben bort, vagy éppen aki üdítőt akar inni, akkor üdítőt, de hogy kínálgatják egymásnak ezeket a dolgokat, italokat is, illetve az ételeket is. És ez nagyon összetartja az embereket, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó kezdeményezés volt.
Későbbiek folyamán, amikor a főzőverseny lezajlik, akkor szoktuk megtartani október 23-ai ünnepséget, tehát ez ugyanolyan városi ünnep, mint mindenki, nemzeti ünnep, ami ebben a tekintetben van itt Lőrinciben, illetve később pedig a télapi ünnepséget, utána a betlehemi dolgokat szoktuk megtartani minden hétvégén egy-egy gyertyagyújtást, illetve a mindenki karácsonyát. Mindenki karácsonyán is van, amikor például a Szent Lőrincből részt vettek, a mindenki karácsonyán is az ottani énekkar, a kórusuk jött el és próbált itt énekelni, fellépni, és nagyon nagy sikert arattak. Azt gondolom, hogy ezek az események, amelyek behatárolják Lőrincinek a mindennapi életét, és próbáljuk színessé tenni az itt élő embereknek az életét. Lehetne többet is, de ennyi futja a mi költségvetésünkből. Mint minden településnek, Lőrincinek is szüksége volt változásokra, amelyek megmozgatják az ott élőket. Éppen ezért számos fejlesztést eszközöltek az elmúlt időszakban. Én 2002 óta vagyok polgármester, tehát harmadik ciklus végén járok most, és most szeretnék újra lenni. Én azt gondolom, hogy amikor 2002-ben polgármester lettem a Lőrinci Város Jövőjét Baráti Egyesület kötelékéből, és velem együtt egy jó pár képviselő, akkor nagyon sok mindent elhatároztunk. És azokat kell igaziból számba vennem, amiket akkor mi a programunkba leírtunk. Első közé tartozott, mint ahogy említettem, a közintézményeinknek a rendbetétele. Általános iskola, óvoda, középiskolának egy része. Ezek fontosak, és ezeket mind fel tudtuk újítani. Még van tennivaló, mert mint ahogy mondtam, mind három településen részen van óvodánk, két település részen van iskolánk. A szakközépiskola az most rendbeletté volt, nem annyira, de szociális intézményünk is két helyen van, Erőműn és a Lőrinci részen. Tehát van mit tenni. Ezeknek egy részét megcsináltuk, és van még hátra, amiket fejlesztenünk kell és felújítanunk kell. Ami nagyon fontos volt mindjárt az első lépcsőben, az a könyvtár. Szintén oda tartozott. Mint ahogy említettem, első között szerepelt az, hogy egy olyan épületben volt a könyvtárunk, ami meg volt süllyedve, szét akart esni. Ebből az intézményből elhoztuk, egy felújított kúriába helyeztük át, ahol most szerintem azt lehet mondani, hogy a legmodernebb technikai felszerelésekkel állunk a város lakossága rendelkezésére, és egy nagyon szép környezetben, hisz a városnapot is a könyvtár park udvarában szoktuk megrendezni, tehát itt azt gondolom, hogy egy nagyon szép épületbe tudtuk ezt a könyvtárat tenni, és szép környezettel van a városnapunknak is. A másik, ami tényleg érinti a mindennapi embereket sajnos, az a kegyeleti dolog. Nem valami szépen nézett ki a temetőnk, a halottas házat rendbe kellett tennünk, tetőt kellett cserélnünk, környékét aszfaltoznunk kellett, járdákat kellett építenünk, kutakat kellett létrehoznunk a temetőbe, de mivel hogy az emberek azért a temetőben nagyon sokszor járnak ki, és kegyeleti dolgok vannak, ezeket is első körben próbáltuk megvalósítani. Ide tartozik még a régi temetőnk, ami most kegyeleti park, ami nagyon szép park, ahol most megcsináltuk a trianoni emlékművet is, azt is felújítottuk. Oda is sétáló utcákat építettünk ki, padokat helyeztünk ki, hogy ott le lehessen ülni. Próbáltuk úgy rendbe tenni, közvilágításra ellátni, hogy ott az ember, ha sétál a sok fa között, akkor le tudjon ülni és egy kicsit pihenni tudjon. Ami még kiépült itt Lőrincibe és szintén fontos, az a családsegítője, a védőnői szolgálat. Megvalósítottuk, egy olyan épületbe tettük, amit pályázati pénzből tudtunk megvalósítani, és egy szerintem technikailag és amúgy is jól felszerelt helységeket tudtunk biztosítani, úgy a védőnői szobának, védőnői szolgálatnak, illetve a családsegítésnek. Ami fontos a sportolás szempontjából, hogy egy műfüves pályát tudtunk létrehozni a sejpi futballpálya területén, egy fedett műfüves futballpályát, ahol azt mondom, hogy a mindennapi leterheltség is elég nagynak mondható, elég jónak mondható, de még így sem tud rentáblis lenni ez a műfüves pálya, de nekünk nem is a rentáblissága fontos, hanem az, hogy a gyerekeink a téli időszakban tudjanak hol sportolni, hisz azért azt gondolom, hogy télen, amikor hó van, sehová nem lehet kimenni sportolni, és van egy 20-40 méteres műfüves pályánk, oda nagyon sok gyermek ki tud menni, és el tud menni sportolni. Mindezek mellett megvalósult a szennyvíz beruházás is.
A kitűzött célok között szerepel az utak rendbetétele, emellett mindegyik városrészen játszóteret szeretnének létrehozni. Ezek után tervezik, hogy az általános iskolában egy napközinek helyet adó épületet építenek ki, valamint a tájházat is felújítanák, és egy kerékpárutat is szeretnének kialakítani a temető irányába.